A Szabadságért és a Függetlenségért címmel nyitotta kiállítást október 19-én a Salgótarjáni ifjúsági irodában, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. 15 tablóból álló kiállításunkon korabeli dokumentumok, fényképek mutatják meg a látogatóknak a 62 évvel ezelőtti eseményeket. Aki eljön, és esetleg most nem tudott eljönni, de eljön, és megnézi a tablókiállítást, kap egyfajta képet az 1956-os eseményekről időrendben, egészen a kik voltak a pesti srácok, út a forradalomhoz, a forradalom gyerekszámmal, a fegyveres csoportok, és egészen ültet a forradalom a világ szemszögéből. A szervező Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület nevében Angyal Krisztina ajánlotta a közönség figyelmébe a tablókból álló tárlatot, mely már bejárta a világot. Szlovákiában, Romániában, Lengyelországban, Fehér Oroszországban és Kínában is láthatták már a terrorházának válogatását. A kiállítás Salgótarjánban november 8-áig áll a látogatók rendelkezésére a helyi ifjúsági irodában.